A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Mindössze az első generációs Skoda Fabia tartott ki 8 esztendeig, minden után a következő nemzedék 7 évente cserélődött. Nem változtatott a szokásokon a cseh manufaktúra, sőt a legújabb nemzedékben az összes korábbi modell erényeit megtartották. Hiába az egyre több SUV a Skoda házatáján, az Octavia után a Fabia a második legkedveltebb modell. Több mint 4,5 millióan markolnak fel indulás előtt Fabia sluszkulcsot, ami 2 évtized után elég jól hangzik. Sikere összeszedett produkciójának és megbízható technikájának köszönhető, no meg hogy a kis autók között mindig hatalmas belteret adott. Az új változatnál már mondhatjuk azt, hogy nincsen szükség különböző trükkökre, hogy a belső tér az tágasnak érződjön, mert hogy valójában tényleg hatalmas belülről az autó. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy szinte minden dimenziójában jócskán túlnőtte a harmadik nemzedéket, de ami még ennél is fontosabb, hogy a tengelytávolsága az aktuális Fabiának sokkal nagyobb, mint ami az első generációs Skoda Octaviáé volt. Hiába kis autó, a csomagtartó szintén óriási, 380 liter, és hogy megint egy másik Volkswagen csoportos autót hozzak példaként, az aktuális Golfban van ekkora csomagtartó. Szóval tényleg mindent lehet mondani a Fabiára, csak azt nem, hogy kicsi. A légellenállásra is alaposan rágyúrtak a Skoda szakemberei. Az új Fabia a kategória etalonjaként hasítja a levegőt. A 0-28-as értéket egyebek mellett speciális hűtőlamellákkal, nagyobb hátsó légterelővel, különböző szélelvezető panelekkel, illetve a korábbi 3 helyett 12 alsó takarólemezzel értékel. Minden új elemet számítógépes kísérleteken teszteltek. Az egyedi eljárás 3,5 éve alatt körülbelül 3000 különböző virtuális próbatételen mentek át a különböző részegységek. Nyilván egy 1 literes szívómotortól, egy kis 3-hengeres kávédarálótól senki sem azt várja, hogy a belső sáv királya lesz az autóval. Nem is kell, nem is az a cél. És szerintem egyébként annak ellenére, hogy egy kicsit nehezebb lett egyébként a Fabia, mint az előtt volt, mégis úgy gondolom, hogy teljesen élhető ez a kis 80 lóerős agregát is. Szépen megy, folyamatos a gyorsulás, tehát igazából innentől kezdve kiszámítható minden. Tudjuk azt, hogy bevállalhatunk-e vele egy előzést, avagy sem. Az ötös váltó annyira finom, és ez szintén ilyen régi Volkswagen csoportos szokás, hogy nagyon pontosan megvezetett a kar, tényleg rövid úton mozog, és szinte semmi erőt nem kell használni. Nagyon finom tényleg a pedálok, vajpuhán működnek. Nyilván hát itt azért még a 100 Nm-t sem éri el a motorforgató nyomatéka, tehát nem kell óriási nyomatékot oldania a tengelykapcsolónak, de attól függetlenül tényleg, tehát nagyon finoman és könnyen kezelhető minden. Persze van feljebb a negyedik generációs Fabiában is. A már turbóval megtámogatott literes TSI-k 95 vagy 110 lóerősek. Előbbi ugyancsak 5 fokozatú kézi egységet kap, utóbbiban viszont már ott a 6. sebesség, de itt akár a kuplung nélküli 7-gangos DSG is választható. A kínálat csúcsán pedig a henger lekapcsolásos technológiás 1,5 literes TSI áll. A 150 lóerős agregáttal 7,9 szekundum alatt megfutja a 0-100-at a Fabia, miközben fogyasztása alig ugrik 5,5 liter fölé, a gyáriak szerint. Itt viszont a váltással garantáltan nem kell bajlódni, hiszen ehhez a motorhoz kizárólag a 7 fokozattal gazdálkodó dupla kuplungos szerkezet jár. Dízel pedig az előző generáció óta nincs, és nem is lesz a kínálatban. Nem tudom ki, hogy van vele, de ebben a digitális világban azért néha egy picit jó nosztalgiázni. És ez a Fabia, ez tökéletesen alkalmas erre. Ez a belépő szint egyébként. Magasabb felszereltségen már itt is digitális számlapok vannak, digit klíma. Tehát tényleg nagyon felnőttes dolgok vannak a Fabiában, de az utóbbi évek tapasztalataiból azt szűrték le a hazai Skoda forgalmazók is, hogy nálunk nem mindig jutnak el erre a szintre a Skoda Fabia vásárlói. És nekik szerintem az, hogy itt tényleg egy hagyományos analóg számlapot látunk, van ugyan középen egy digitális kijelző, de színtelen, tényleg, tehát egy monokróm kijelző van az órunk előtt, és mind a mellett, hogy ez egy tényleg egy sima, egyszerű kijelző, nagyon sok minden belefért. Mutatja, hogy ha
túlzottan közel megyünk az előttünk haladóhoz, hogy ez a távolságtartásra figyelmeztető berendezés, a sáv elhagyásra figyelmeztet minket az autó. Tényleg egyszerű monokrom kijelző, és mégis minden fontos információt láthatunk. Nekem kifejezetten tetszik, hogy a tekerős, hagyományos szellőzés szabályzó rendszer van. Hogyha mondjuk itt a bajuszkapcsolóra nézek, a baloldali bajuszkapcsolóra, ez szintén a régi Volkswagen-es időket idézi. Az új Skoda Fabiában ugyanis már alapfelszereltség a tempomat, és itt van az indexkaron, ahogyan régen is volt a Volkswagenekben. Szóval akárhogy is nézem, tényleg akik a 90-es évek óta figyelemmel követték, használták a Volkswagen csoport termékeit, és most szánt szándékkal használom így gyűjtőfogalomként, azok itt a Fábiában sem fognak eltévedni, és szerintem kifejezetten tetszeni is fog, amit látnak. Nincs ezentúl fapados Fábia sem. Már az alapellátmány is olyan bőséges, hogy a legtöbb berendezés egy része valószínűleg csak dísz lesz az autóban. Az új Fábiában, akár csak az összes Skodánál nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy mennyire egyszerűen leleményesek, ugye ismeri mindenki ezt a szlogent. Ha tényleg körbenézünk itt a Fábiában, akkor rengeteg helyet találunk, ahova elhelyezhetjük a motyót. Például itt van ez a nagyon ötletes kis tartó, a tollnak. Egy ilyen kis gumírozott tartóka, aztán a mobiltelefon, azt is fogjuk, és akkor ide szépen lehet rakni. És tényleg itt nem dülöngél, mert ráadásul gumírozott az alja, tehát biztosan nem fog csúszkálni, és nem fog leesni. De hogyha tényleg körbenézünk, mindenhol rengeteg tárolóhelyet lehet találni, elég, hogyha csak itt mondjuk a térdemhez nézek, vagy itt van ez a jópofa kiemelhető pohártartó, tehát tényleg nem fukarkodtak igazából a Skodánál. És ez gyakorlatilag egy alapváltozat, és már ezekben benne vannak ezek az okos megoldások. Amit én viszont egy kicsit fájlalok, idézőjelesen, hogy például egy nagyon jó pofa okostelefontartót találta ki, ami az első ülésnek a háttámláján van. Itt az szépen össze van varva. Tehát azért az alapváltozatban sajnos ez nem fér bele, miközben egy nagyon jó és egyszerű megoldás, tehát én például nagyon szívesen látnám. Nem tudom, valamire Skodánál úgy gondolták, hogy ez ide már nem kell, hogy beleférjen. Viszont, ha fölpattintjuk a gépházfedelet, ott van az ablakmosó tartály, aminél megoldották a kupakot, ami valójában most már egy gumiból készült kis fedél, és ezt, hogyha kinyitjuk, akkor egy tölcsér alakul ki, és innentől kezdve elméletileg képtelenség mellé önteni ezentúl az ablakmosó folyadékot utántöltésnél. Minden új Fábián ott díszeleg az első ajtók élein egy kis dizájn csemege. A lemezek, ahogy összefutnak, a cseh zászló háromszögét mintázták meg a mérnökök. Sokszor hallom a kifejezést, hogy csak minimális vagy alapvető autózásra elegendő. Ez abszolút nem mondható el a Skoda Fabia bázis verziójáról. Ahogy már azt megfogalmaztam a motorral kapcsolatban is, tökéletesen élhető. Nagyon tágas a beltér, a kis 1 literes szívómotor. Én amúgy is szeretem a három hengeres erőforrásokat egyébként. Ezek kifejezetten lelkes motorok, és tényleg minden egyes kilométerért, amit megtesznek, kőkeményen megdolgoznak ezek a kis agregátok, főleg ugye turbó nélkül. És itt is érződik ez a fajta lelkesség. Én nekem nagyon szimpatikus. A szívemre teszem tényleg a kezem. Én nagyon szeretem az erős autókat. Nekem is volt több erős autóm. Szeretem a sebességet is, nyilván ahol lehet. De attól függetlenül ez alatt a teszthét alatt nekem egyszer nem volt hiányérzetem. És a legtöbb Skoda Fabia vásárló, mint ahogy én ezt megtudtam, ez szintén nagyra értékeli, hogy továbbra is van szívó erőforrás, mert hogy a Fabia vásárlások igen jelentős részét teszi ki egyébként. Nagyon sokan fáznak a TSI erőforrásoktól, akik a Fabiára voksolnak. És hogyha tényleg a Fabia vásárlók ezt így gondolják, akkor én abszolút egyetértek ezzel, és tényleg csak megerősíteni tudom, hogy bázis verzióban, tényleg egy ilyen alaphoz közeli felszereltséggel is, megint nagyot alkotott a Skoda az új Fabiával. Míg az első Fabiának nem kellett megváltania a világot, addig az újnak egy kicsit igen. A márka kiadásait egyebek mellett az új Fabiával akarják megfogni. Szóval 22 év után most először nem csak a vásárlóknak kell megfeleljen a Fabia. A Lexus elég hamar bebizonyította, hogy akár egy SUV is lehet környezetkímélő. Az RX azonban sokaknak már feleslegesen méretes járgány volt. Éppen ezért a japán vállalatnál úgy döntöttek 2015-ben, hogy piacra dobják az egy számmal kisebb NX-et.
Jól döntöttek, nem is kérdés, csak hogy időközben eltelt 7 év, és eljött az ideje a generációváltásnak. 2014 óta több mint 170 ezeren döntöttek úgy, elég lesz az NX. Nem is rossz mondhatnánk, de természetesen elérkezett az idő, amikor kellett az újabb, és ha lehetséges, jobb is. Ez az új Lexus NX. Elsőre egyszerű ráncfelvarrásnak tűnhet, pedig a japán mérnökök az alkatrészek 95%-át kicserélték. Úgyhogy valóban egy második generációs NX-ben ücsörgünk. Ami talán a legjobban felhívja erre az egészre a figyelmet, az hátul a Lexus felirat a csomagtartó fedélen. Szépen tagolták a betűket. Belül, hogyha körbenézünk, egy-két utalás van csak az első generációs NX-re. Az egyik az például, hogy most itt ebben a beállításban a fordulatszámmérő az egy ilyen körformájú, egy digitális panelről beszélünk egyébként. Szóval körformájú, és az első nemzedékben egyébként ilyen fazon volt. Illetve talán a nyomógomb, ami ide fölkerült a középkonzol és a számlapok közé, az ott volt az eredetiben is, tehát az első NX-ben is. Nyilván nem volt ennyire szépen beépítve. Ez a hatalmas 14 szolos tapi pad itt középen, ez teljesen új, és gyakorlatilag a fizikális gombok többsége is totálisan eltűnt innen a középkonzolról. Igazából, ha akarom, akkor az első szélvédőre küldhetem föl a levegőt, illetve a hátsó ablak és egyben a visszapillantók fűtése is. Ez a két gomb, ami igazából megtalálható itt, meg a hangerőszabályzónak a tekerő gombja. De a fizikális gombok többsége az tehát eltűnt innen a középkonzolról, és mindent a tapipadról működtethetünk. Nagyon érdekes egyébként, hogy a kormányon is egészen új funkciók jelentek meg, mert bár klasszikus értelemben vett gombok vannak, de ezek is érintésérzékeny felületek, és hogyha itt megmozdítom éppen a kezemet, akkor itt most látszik is a head-up displayen, hogy a távolságtartó tempomat, vagy például a sávelhagyásra figyelmeztető berendezés mellett egyébként válthatok másra is, és itt állíthatom be például a head-up displaynek a különböző információit, vagy az, hogy milyen fényerőssége legyen, de mindezt úgy, hogy itt alul egy külön másik gombbal kell életre hívnom. De ahogy mozgatjuk itt az ujjunkat, tehát ahogy egy picit elkezdjük megsimogatni ezt a felületet, rögtön megjelennek ezek az információk. Bár van belőle már külső hálózatról táplálható verzió, mi az öntöltős hibrid NX 350 háthajtjuk. A negyedik generációs vegyes tüzelésű rendszer 22%-kal nagyobb teljesítményű a korábbinál. A 242 lovas ménes, miközben akár 7,7 másodperc alatt megfutja a 100 km/h tempót, 10%-kal kevesebb széndioxiddal terheli a környezetet. Nem mindegyik gyártó foglalkozik azzal hibrid modelljeinél legalábbis, hogy minél több lehetőségünk legyen beleszólni a rendszer munkájába. Hozzáteszem, nem is nagyon kell, hiszen azért ezek már annyira fejlettek, hogy tényleg jobb, hogyha ők elvégzik a dolgukat, de attól függetlenül a Toyotánál és így a Lexusnál is, vannak bizonyos dolgok, amikben azért mégis mi, mint sofőrök beleszólhatunk. Az egyik ilyen az üzemmódok, a különböző üzemmódok. Háromféléből lehet választani. Van egy Eco, van egy normál és van egy sportállás. Nyilván a nevükből adódik, Eco-nál a gazdaságos fogyasztás a lényeg, normál az a teljesen hétköznapi használat. Ha pedig valaki siet, akkor sportállás. Nyilván ilyenkor a fogyasztás lesz egy másodlagos szempont, bár azért hibridről beszélünk mégiscsak, annyira nem tudnak elszállni szerintem ezen a téren, legalábbis a Lexus NX tulajdonosok, mert azért annyira nem étkes ez a rendszer, még akkor sem, hogyha tényleg állandóan maximumon hajtjuk. Ezeken felül viszont itt van egy EV mód feliratú gomb, itt a váltókulissza mögött, és ez azért fontos, mert bár nagyon sokszor igyekszik a rendszer, főleg ekoállásban, minél többször leállítani a benzines erőforrást, valójában, hogyha úgy van a töltöttségi szint a hibrid akkumulátorban, akkor mi gombnyomásra is kényszeríthetjük a rendszert, hogy akkor elektromosan menjünk. Ezért van ez az EV, ugye Electronic Vehicle, annak a rövidítése, tehát ez az EV mód. És olyankor akkor elektromosan megy, nyilván addig, ameddig a hibrid akkumulátor engedi, és akkor ahogy kifogy belőle az energia, akkor rögtön elindul a benzines erőforrás. Ez csak mint opció van, én megmondom őszintén, annyira jól végzi a rendszer a dolgot, hogy nekem egyszer nem jutott eszembe, hogy én nyomkodjam ezt a gombot, hogy már pedig én most elektromos hajtással akarok menni, mert minél többször azon van, főleg városban, hogy ne dolgozzon az a benzines erőforrás. Jó az a villanyos hajtás, majd az szépen csökkenti a fogyasztást. És egyébként minden megálláskor van egy összesítő is itt a fedélzeti komputeren előttem,
amikor kiszállok, nagyon ritka, amikor 50%-nál kevesebb volt az elektromos hajtásnak az aránya. Tehát még főúton is mondhatom azt, hogy valójában nagyon sokat azon van a rendszer, hogy minél kevesebbszer induljon el a benzinmotor, és minél kevesebbet fogyasszon akkor nyilván ezáltal. A Lexusnál különösen büszkék arra, hogy az új NX fejlesztésében hivatásos autóversenyzők is részt vettek. Vagyis, bár egy SUV-ről beszélünk, mégis a Shimoyama tesztpályán róták a köröket, hogy aztán elsősorban a kormányzásban és a fékekben is valami újat érezzenek a korábbi NX tulajok is. Tovább fejlesztették az LCVT egységet, most már nincs az a nagyon bántó bégetés, ami nagyon sok mindenkit elriaszt egyébként a hibridektől. Itt a gázpedálra is sokkal érzékenyebb a rendszer, tehát ahogy visszaveszem, már rögtön visszaejti a fordulatszámot is. Tehát tényleg sokkal fluensebben lehet vele haladni ennek köszönhetően. És a fogyasztás nyilván egy nagy kérdés, ha már hibridet választ valaki. 1,6 tonnáról beszélünk, tehát azért itt van tömeg bőven azért, amit kell mozgatni, de ez a rendszer teljesítmény, ez szerintem bőségesen elegendő, ami a 350H-ban van, és alapvetően 7 liter alatt tarthatjuk különösebb erőlködés nélkül a fogyasztást. Az új Lexus NX-be már a bejutás is egy különleges élmény, egy kifejezetten halk és csendes élmény, ami köszönhető a teljesen elektromos zárszerkezetnek. A kilincs az szinte meg sem mozdul, ahogy oda tesszük a kezünket, és egy gombot kell csak megnyomnunk a kilincs belső felén, és ezzel nyitjuk így gyakorlatilag az ajtót. Még a központi zár nyitását sem halljuk szinte, tényleg annyira halk az egész ennek köszönhetően, úgyhogy egyedül igazából csak a visszapillantó elektromotorjának a zaja, ami hallatszik, de az is annyira halk cicergés, hogyha fúj kint a szél, állítom, hogy azt előbb meghalljuk, mint azt, hogy a visszapillantó tükör mozgott-e vagy sem. És ha már bejutottunk, akkor van azért itt is egy-két érdekesség. Például a régi Lexusos szokást azt megtartották, vagyis amikor leállítjuk az autót, akkor a kormány és az ülés is eltávolodik azért, hogy mi könnyebben tudjunk kibeszállni. És amikor beindítjuk az autót, akkor nyilván visszáll minden az eredeti helyére. Viszont az igazi non plus ultra az az elektromos ablakemelő. Ilyen csendes szerintem nincsen még egy autóban. Az elektromos csomagtérfedél működtetése is csendesebbé és gyorsabbá vált. A nyitáshoz vagy a záráshoz szükséges idő nagyjából a felére csökkent, így a művelet csupán 4 másodpercet vesz igénybe. Szerintem nagyon jól gondolkodott a Lexus, amikor életre hívta az NX-et, mert ez a méretkategória még így a prémium szegmensben is szerintem sokkal emészthetőbb. És nyilván az eladások is őket igazolják, nagyon szépen fogyott az NX, de frissíteni kellett rajta. Tehát ez tény és való, és már egy faceliften túl volt a modell, tehát kellett a második generáció. És ez a nemzedék szerintem már nyilván nem akkora újdonság, mint ami az előtt volt, de attól függetlenül nagyon sok mindent aktualizáltak azért, hogy sokkal komfortosabban érezhesse magát, aki mondjuk csak váltani szeretne. Mert itt tényleg, tehát nagy dolgokról beszélünk, igenis, tehát az előző NX-hez képest, főleg itt belül nagyon sok változás van, kívülről kevésbé, ami szerintem megint csak nem egy rossz döntés, mert a szomszédnak lehet fel se tűnik, hogyha mondjuk hazagurítanak egy új ilyet, mert hát a fazonja az nagyon hasonlít rá. Amit 15 éve nem hittünk el, az ma már teljesen megszokott. Vagyis, hogy egy SUV is képes vigyázni a jegesmedvék otthonára. Az RX kijárta ezt az ösvényt, az NX-nek pedig már csak folytatnia kell a missziót. Ami nem is tűnik olyan nehéznek, hiszen a Lexus ma már 99%-ban csak hibrideket értékesít. Időnként előfordul autós újságírókkal, hogyha valami kifejezetten tetszik, akkor annak nagyon szép jövőt jósolnak. Így volt ez 2000-ben is, amikor az első próbaköröket lefutották a Skoda Fabiákkal. Talán sokan felsziszentek, amikor először ezt olvasták, de az idő mégis ezeket a profétákat igazolja, akik igenis nagy dolgokat láttak ebben a kis autóban. Nem kellett megváltani a világot az első generációs Skoda Fabiának.
Az 1987-ben bemutatott Skoda favorittal már megnyílt az út a Volkswagen csoportba, az Octavia pedig 1996 óta igyekezett azon, hogy a Skodára másképp gondoljanak. Azt azonban valószínűleg még a koncern fejesei sem gondolták, hogy idővel a Fabia a Volkswagen Polo legnagyobb kihívója lesz. Az első generációs Fabia dizájnere a Skodánál elért sikerei után a Bentleyhez került. Itt azonban még mondhatjuk, hogy nem kockáztatott akkorát, hiszen ha ránézünk a Skoda Fabiára, akkor olyan, mintha egy régi ismerőst látnánk. Ami nem véletlen, hiszen az addigra már 4 éve futó Skoda Octavia orrát találhatjuk ezen az autón. Sőt, hogyha jobban meggondoljuk, akkor igazából a frissített Skoda Felicia is visszaköszön a jellegzetes hűtőmaszkon. Amivel egyébként, ha már itt tartunk, műszakilag még rokonságban is vannak. Orrában ugyanis először még az elődével azonos, csak már 1,4 literesre felfúrt, láncos vezérlésű motor dolgozott. Viszont annak ellenére, hogy 4,5 centivel rövidebb lett a Feliciánál, minden más dimenziójában megnőtt a Fabia. Ráadásul több extrával is felszerelték, így tehát felszedett közel 50 kg pluszt. Belül viszont teljesen új formák voltak. Igaz, a kapcsolók zöme más Volkswagen termékekből már ismerős. Az első generációs Skoda Fabia két zseniális megoldása is említést érdemel. Az egyik az, amelyikben elektromos tükörállítás volt, ebben a példányban sajnos nem az van, úgyhogy nem tudom megmutatni pontosan, de lényeg az, hogy amelyikben villany mozgatta a külső tükröket, azoknál egyszerre mozgott a két oldali, úgyhogy igazából a jobb oldalt az csak finom hangolni kellett. A másik pedig a zseniális térkihasználás, ami nem csak a kombira igaz. Nem véletlenül használják egyébként ma is családok még az ötajtós verziót is, ugyanis a dizájnerek arra odafigyeltek, hogy a műszerfalat azt úgy alakították ki, hogy egy picit feljebb húzták itt az utas előtt, tehát a kesztyűtartóba egyébként nem veri be azonnal a térdét az utas, hogyha előre húzza az ülést, még akkor sem. És ez azért is fontos, mert hogy ha előre húzzuk az ülést, akkor ki tudom még nyújtani a lábam annyira, hogy én még kényelmesen elférjek itt elől. És így viszont, hogyha beülök magam mögé, akkor nagyon jól látszik, hogy mennyire kényelmesen elférek. Most igen, becsapós lehet, mert egyébként ez egy Fabia betegség, hogy elengedi a tetőkárpit, de hogyha ezt itt megfogom és fölhúzom, akkor látszik, hogy még a fejem is nagyon szépen elfér. És tudom, hogy ez a kombi változat, de ugyanez van az ötajtósban is. Hát a lábam az pedig, tényleg, tehát a térdem az gyakorlatilag hozzá sem ér az előttem lévő ülésnek a háttámlájához. És ha már itt tartunk, korabeli cikkekben felvetették, mérőszalaggal miután megnézték, a Skoda Fabia belső tere, az vetekedett az aktuális Golféval. Bár a szigetelő szalag Skodás zöldben pompázik, nem széri a felszerelés, és nem is azért van az autóban, mert ezzel tartják össze az elemeket. A tulajdonos garázsépítéshez szállított alapanyagot, és csupán a műanyag felületeket óvta meg ezzel az egyszerű módszerrel. A kombi változatba egyébként elég sokat lehet pakolni, de akinek mégsem tetszett a forma, de szüksége volt az ötajtósénál méretesebb putonyra, szedánt is választhatott, vállalkozásoknak pedig fedett ablakos kisáruszállító is lett a puttonyos verzióból. Az igényeket is folyamatosan monitorozták a Skodánál, ezért az árérzékeny piacokra, így Magyarországra is, érkezett fényezetlen lökhárítós, szinte minden extrát nélkülöző fapados Fabia, melynek árát így a 2 millió forintos lélektani határ alá tudták vinni. Egészen 2007-ig gyártották az első generációs Skoda Fabiát, több modell frissítést kapott, és a motorválaszték is folyamatosan változott. Az 50 lóerős ezrestől egészen a 115 lóerős 2 literes változatig terjedt a benzines skála, míg dízeleknél a 69 lóerős 3 hengeres 1.4-től a 130 lóvas 4 hengeres 1.9-es turbódízelig. Utóbbi abból a szempontból is érdekes, hogy ez volt az egyetlen erőforrás, amit a csúcsváltozathoz, a Skoda Fabia RS-hez meg lehetett rendelni. Ez volt a Volkswagen Concern 1.9 PDTD-je 130 lóerővel. A legtöbb a 60 és 68 lovas 1.4-es benzinesből fut ebből a nemzedékből, de sokan elégedettek a modernebb 64 lóerős 1.2-es 3 hengeressel is. A legritkább a 2 literes ólómentessel hajtott változat, még az RS-nél is kevesebben választották. A műszaki garanciát valamiért elég fukarul mérte a Skoda, mindössze 1 év volt, átrozsdásodásra viszont cserébe 10-et bevállalt. Érdekes tény, hogy az újabb generációk vásárlóinak egy része korábbi Fabia tulaj volt, tehát aki egyszer megkedvelte, hű maradt a márkához és így a Fabiához is.
Ha csak alapvető ellátásra van szüksége, szinte gombokból fenntartható egy első generációs Skoda Fabia. Nem csoda, hogy ezekből fut a legtöbb útjainkon. A szervízrovatot a székesfehérvári Wolf Autó támogatja. Alapvetően az első generációs Fabiákról szerintem mindenkinek pozitívak a tapasztalatai, ebből látható az is, hogy mennyi fut még a mai napig az utakon, illetve nagyon sok ügyfél jár hozzánk is. Műszaki tartalmát illetően nincsenek ilyen nagyon kirívó kritikus pontjai, inkább egy-egy komfort elektronikai berendezését értve, akár a központi zárak működtető motorjai, vagy a fűtésboxnak a működtető motorjai, amik így idővel nyilván, ahogy minél idősebb az autó, annál kritikusabb pontok lesznek, de alapvetően így a mindennapokban a használathoz kötődő műszaki elemek nem jellemző, hogy problémásak lennének. A rozsdásodással kapcsolatosan pozitív tapasztalataink vannak, egy-egy minimális felületi korrózió itt-ott felelhető, valóban azok a gépkocsik rozsdásodnak jobban, amelyek törbe voltak és nem megfelelő módon kerültek ezek a sérülések lejavításra rajtuk. Sajnos a hámlás előregedéssel kapcsolatosan az ablakemelő kapcsolók, illetve ugye a világítás kapcsolók itt is érintettek. Talán még a műanyag kormányos, vagy hát gumikormányos modellek esetében maga a kormánykerék, ami kérdéses lehet, de egyébként nem jellemző, hogy nagyon erőteljesen öregedne a belterük. Egy-egy modell esetében még találkoztunk a tetőkárpitnak a meglógásával. Az 1.2-es, illetve az 1.4-es benzines modellek talán nálunk az volt a legnagyobb darab számban eladott. Én azt gondolom, hogy a 15 000 kilométeres olajcsere periódusok, hogyha meg vannak tartva és alapvetően viszonylag kulturáltan van használva az autó, akkor ilyen extra karbantartást egyik sem igényel, de talán az 1.4-esekkel van egyébként a legkevesebb probléma mind a mai napig, tehát ezek a motorok azok a megölhetetlennek nevezett motorok. Dízel modellekből egyel-egyel találkozunk, sajnos azok igen ritkák, de ott sem jellemző, hogy bármi komolyabb probléma lenne. Elérhető több verzióban is alkatrész, tehát ugye vannak a gyári új alkatrész, illetve vannak gyári ekonomi alkatrészek, amik effektíve egy kicsit költséghatékonyabb szerviz megoldást kínálnak, illetve természetesen utángyártott alkatrészek is elérhetőek, teljesen függetlenül attól, hogy szervizkönyvvel, nem szervizkönyvvel rendelkező autóról van szó, mindenképp érdemes átvizsgáltatni. A szervizrovatot a székesfehérvári Wolf Autó támogatta. Forgatás közben, időnként, még a legundosabb tervezés ellenére is, apró bakik becsúszhatnak. Mivel lassan vége van az első évadnak, most megmutatom az elmúlt 6 hónap nem mindig hibátlan pillanatait is. Egyes. A motorválaszték az mondhatni nem volt túlzottan bőséges, hiszen 1,6 literes. Természetesen velünk is erőfordulnak ilyenek, mint most is. Igen. Ami nagyban köszönhető, az elektronikus vagy elektromos. Na. Már amennyire egyszerű az, hogy egy hatalmas tapis kijelző van itt a között. Már amennyire egyszerűnek tűnik az, hogy egy hatalmas tapis kijelző van itt a központi helyen. Ja. Betétes a gomb. Tök jó, hogy eldölt. Az utóbbi években azonban egyre többször fordult elő, hogy nagyon drága változatokat váras. Bár az összkerékhajtás az már nagyon régóta nem opció a Honda HR-V-ben. Ja, igen. És igazából igen, szépen tagolták a betűket. Mind
Mindössze az első generációs Skoda Fabia élt meg mindössze 8. Mindössze. Ami nem volt egyértelmű, ami viszont nem volt egyértelmű, legalábbis számomra, hogy a Honda Civic az gyakorlatilag olyan lapos lett. De ami a legfontosabb, hogy itt a könyöklőben... Ne tévesszem meg senkit sem, a tesztautó ezüst fényezése, ez sajnos nem az egy... Na. Most két nagyon egyszerű, ám de annál fontosabb dolgot fogok megmutatni, amelyek igazán jól meg fogják mutatni nekünk. Na. A márka és a modell rajongóinak azonban valószínűleg más az, ami inkább feltűnt. Méghozzá a fém munkát. Na még egyszer. Nem hiszem, hogy bárki meglepődik rajta, ma már nem igazán lát... Na. Sehol egy GSI vagy egy OPC emblema, mégis ez lehet minden idők egyik legkülönlegesebb Opel Astrája. Hát igen, szó szerint beesek a kocsiba. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, ne felejtjék, két hetente jelentkezünk friss adással, melyeket a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján bármikor visszanézhetnek. És ha már arra járnak, kérem ne felejtjenek el feliratkozni sem, illetve a kis csengőt is megnyomni, hiszen így mindig első között értesülhetnek, amikor friss tartalommal jelentkezünk. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós írásainkat is olvashatják. Két hét múlva, vagyis az új esztendőben, elektromos különkiadással fogunk jelentkezni, kipróbálom egyebek mellett a BMW iX3-ast, és megnézem azt is, hogy milyen a Citroen EC4-es. Nagyon szépen köszönöm, hogy egész idáig velünk tartottak. Nézzenek minket 2023-ban is. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Minden jót! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.